Többszörös magyar bajnok és világbajnoki harmadik helyezett mixerünk Lajsz András ül itt mellettem. Igen, jó napot kívánok, szeretettel köszönöm szépen. Ugye a témánk az a frissítő italok nyáron, de hát ilyen időben hova frissüljünk, hova hűljünk le, hát nincsen rá szükségünk. Tényleg is tudok olyat, amire föl lehet frissülni, persze. De hát itt a frissítő koktélok, meg a sör, meg a borok, meg olyan helyen is vagyunk, ahol abszolút ez autentikus. Persze. De hát a frissítő italoknak az a lényeg, nem mindig az alkohol térfogat százaléka a döntő, hanem ugye, ha frissítő italokról beszélünk, akkor inkább azt mondom, hogy alacsonyabb alkohol térfogat százalékú italokat kell inkább megemlíteni. Nagyon miért? Ezt sikerült kimondani, mert a nyári melegben, hogyha minél erősebbet iszunk, annál hamarabb fejbe vág. Hát éppen jó, de attól függ, akkor mi a célunk? Nem, hát azért kell. Persze. Inkább azt mondom, hogy valamilyen savas vagy mentes üdítővel föl kell húzni azt a kevert italt, ami lehet akár egy rövid koktél is, amiből később a long drink lesz. Illetőleg, ha már itt vagyunk ezen a helyen, ugye hát itt abszolút ide vágnak a sörök, ide vágnak a fröccsök, illetve hát azok az üdítő jellegű italok, amik. De hát a sörökből is megjegyzem, azért vannak olyan sörök, különös tekintettel a belga sörökre, illetőleg a Magyarországon méltán most már nagyon népszerű házi főzési söröknek, amelyeknek igen magas az alkohol térfogat százaléka, betegszik a borokéval. Na most ebből olyan nagyon túl sokat igazándiból nem lehet meginni annélkül, hogy ne érezzük, vagy lehet, hogy mi nem érezzük, hogy de hogy látszunk, de az lehet, hogy mi nem érezzük, de látják rajtunk a 100%-ot. Sose jó. Az persze. De hát a sör az egy nagyszerű dolog, én jó magam is főztem otthon sör, de persze kuktában meg, tehát nem ilyen ipari módszer, csak kíváncsiságból barna sört csináltam. Sikerült? Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon mert jó azt mondják egyébként, hogy aki otthon ír randomba csak úgy fősört, nem sok hozzáértéssel, azoknak általában nem szokott jól sikerülni. Hát úgy kell csinálni, hogy jó könyvet kell nézni, ja, aki nem tudja, más. Hogy kell, igen. De hát végül is a sör főzés vagy a sör készítést én úgy mondom, ugyanúgy egy művészeti ágazatnak tartom, mint a borászatot. Meg még én még azért azt mondom, hogy még azért a koktél készítés is lehet ugye ebben sorolni. Mert hát azért igen messzire nyúlik vissza, hát két nagyon tradicionális, sőt mondhatjuk azt, hogy inkább három, minden országnak régi a sörfőzése, mindenki mondja magáról, de igazándiból az az igazi, a cseh, ugye cseh, a szlovák, ugye, igen, ugye Csehország, igen. A német, és hát nem utolsó sorban a belga sörök azok. A jó kis apátsági sörök. Jaj, nagyon, hát és ezt ők is találták ki végül, igen. És ugyanúgy, mint a németek, de a belga sörök azok abszolút egy külön kategóriának be lehet sorolni. És hát sőt, én még azt is mondom, és aki ért hozzá, biztos nem fog megkövezni érte, hogy a belga söröket az ugyanúgy kézműves sörök kategóriájába lehet sorolni, mint ahogy az itthon elkészített saját magyar mi kézműves söreinket. Alkoholtartalmilag biztosan? Abszolút, alkoholtartalmilag is, meg ott ugyanúgy csinálják, tehát ott nem úgy van, hogy tudom, elmegy, nem akarok sörgyárakat mondani, amit nem tudnék, hogy amikor elmegyünk egy nőtt sörgyárba, érdemes egyszer, akinek van lehetősége arra, hogy megnézzen egy sörgyárat, hogy néz ki belülről, azt mindenképpen mindenkinek javaslom. Óriás. Olyan, mint egy, én nem is tudom, egy tisztasági skálán 10-es, tehát 0-tól 10-ig beosztott tuti, hogy 10-es, mint egy patikába jönne menne az ember, nem és semmi. Közben meg ugye, ja, jó, szóval aki teheti, azért menjen el. Na most ezek a kézműves sörök, ezek meg nem ilyen módszerekkel vannak, hanem így, ahogy benne is van a nevében, tehát kézműves, tehát kis tételben, nagy odafigyeléssel készült sörökről beszélünk. Nyilvánvalóan minden sörnél az alapanyag a málát, a gomba, az abszolút nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy hogyan készítjük el, hogyan szárítjuk, hogyan érleljük ezeket az italokat, mert ahányféleképpen hozzányúlunk, inkább azt mondom, bármelyik szakaszában a sörkészítésnek, abszolút meg tudja változtatni az ízét, persze. Az illakát. Most akkor még ugye tovább lehet menni, hogyha még belemegyünk abba, hogy mondjuk azt, hogy akkor búzasört szeretnénk inni, akkor itt megint ugye ketté lehet vonni a dolgot, hogy szűrt vagy szüretlen búzasört szeretnék. Innen meg már a fogyasztó fogja eldönteni, hogy ő melyiket szeretne. Azt, amelyik áttetsző, azt, amelyik nem. Sőt, hát én nekem van egy, nem is egy, hanem nekem van több koktélom sörből, abszolút nem vagyok én ellene. Na igen, ezt akartam kérdezni. Hát hogy nem, most ezt ki kell, hogy mondjam ezt a sörmárkát, nem azért, mert, de tényleg, mert másból én nem csináltam még, meg nem tudom, meg tudnám-e csinálni. Hát ezt úgy hívják, hogy Hugárde, nem tudom, ismered ezt a sört. Na most, igen, na most ez a szüretlen Hugárdeből, figyelj ide! Az lett az ital neve, hogy Mohi Garden, de Hugárden az alapja. Nyilván ez a mojito és a Hugárden keverékéből van.
Ez is egy belga sör egyébként. Belga, igen. Igen, igen. Nagyon-nagyon jó minőségű búzasörről beszélünk. Van szürt is, szüretlen, de én a szürtel csináltam, mert ezt úgy kell csinálni, hogy a lime-ot a mentával szépen kinyomkodom, de nem rumot öntök rá, hanem csak egy nagyon kevés kis gint, egy nagyon kevés tonikot teszek bele, jeget, és teszek bele két öntet, a passion fruit szirupot, ez hasonló a maragujához, de nagy korsóba kell készíteni, ráhúzom a sört, megkeverem és megdíszítem egy menta végén. Nagyon szépen is néz ki, és nagyon-nagyon jó, mindenkinek ajánlom. Vannak még ilyen sörkoktélok? Nagyon sok van, tehát nem férne bele az időbe. Ja, hát persze, igen. Ez nagyon szép szak, de ettől nem kell félni, tehát egy sörivónak is azt mondom, hogy ettől nem kell elrettennie. Azért, meg mert egy más alkohol is van benne? Azért? Ez nem azért van, berúgjon tőle, tehát minimális, csak az íze miatt. Ez azért fontos az nagyon, mert itt az ízhatások. Tehát a ginnek van egy... Kis kesernyés. Nem. A ginnek az gyógynövényekből készült, csillagán is, mondhatjuk inkább a vezető íze, de nagyon-nagyon sok minden van még ezen kívül benne. Tehát a ginnek az íze a tonikkal egy harmadik ízt képez. Igen. Ugye gin tonikot mindenki. Na most a ginhez hozzáteszik a passion fruitot, meg a tonikot, akkor ennek a háromnak megint van egy nagyon egyedi, nagyon különleges íze. Na most, hogyha ehhez még hozzáteszük a búzasörnek különös tekintettel a hugárdánra, szóval teljesen más. Na most ezzel megvan egy ízünk. Ennek a finomítása az, hogy beletesszük a lime-ot, de ki kell nyomni. Ez azért nagyon fontos, meg a tonik is azért nagyon fontos, mert mivel a sör nyilvánvalóan keserű, hát édes nem lehet hozzáölteni, ez igen. Csak hát ezt sokáig kell próbálgatni, tehát hogyha hozzáteszük a lime-ot, ami ugye a citrusfélek családjába tartozik, de mégsem citrom, mert vékonyabb a héja, nincs annyi illóanyag, nem akarok végigmenni ezen. Meg egy kicsikét szétnyomkodjuk a mentát, a mentától, de ez nem kell úgy szétnyomkodni, hogy a modern íze legyen. Hát nem úgy, hogy megiszok egy fél liter. Mit tudom, odószájvizet, bocsánat. Hanem ez nem azért van, mert hogyha egy kicsit szét van nyomkodva, attól a mentától, akkor frissítő, hűsítő íz. Na igen, ezt akartam mondani, persze. Hogy akkor, hogy térjünk ez egy kicsit egyik. Vissza az eredeti témára. Ez, hogy igen, hogy, most ez az egyik. A másik meg igen, azért lesz még, ez, tehát azért nem fog fejbevágni, hiába van mindenki is alapszesz, mert hogy jeget teszek bele a jég, meg az meg abszolút lazítja. De az üdítő jellegű italoknál itt van például a caipirinha, ez Brazília nemzeti itala. Te most ha letelt az idő, nyugodtan szóljál rám, akkor majd szépen a baj. Most Brazíliában ez az ital, ez a caipirinha, ez az egyes számú ital a világon. Azért, nem azért, mert hogy a világ bármely részén sokat isznak ebből, hanem mert Brazíliában rettenetes mennyiséget isznak. A caipirinha, ez a neve az italnak. A caipirinha, az egy kászesá, ez egy gyűjtőnév, ez amit használjuk nálunk, hogy pálinka. A braziliaknak úgy hívják kászesá, ez cukornádból készül. Mondhatjuk azt, hogy magyarosan, hogy egy cukornát pálink. A lényeg az, hogy a lime-ot cikkekre vágják, ugye, és tesznek rá cukrot, de nyilvánvalóan hát nácukrot tesznek rá, barna nácukrot. Ezt kinyomkodják a lime-ot a cukorral, erre ráöntik ezt a pálinkát, a kászesa féléket, ami lehet pitó, lehet kanyar, jó, nem sorolom. És mikor ez rá van öntve, akkor az egészet föl húzák, tört jéggel, és akkor elkeverik. Most ezt azért mondom, hogy a jég az azért nagyon fontos, hogy tehát ez egy 40-38-40 alkoholtérfogott százalékú ital lenne, de mivel egy nagy pohárban van mondjuk 4-6 centit, ugye, meg a lime, meg a cukor, de föl van húzva az egész tört jéggel, megkavarod, akkor még egyet olvad, a maradékot még föltöltő tört jéggel, és ez el fog olvadni, és mivel tört jéggel van, ez jóval hamarabb olvad a napon, kvázi lelazítja az italt, de nem lesz vízízű, mert hiszen azért benne van az anyag. Tehát a jég az azért fontos, mert hát anélkül nem keverednek jól az ízek. De az alkoholtartalmú italok mennyire frissítőek azért? Tehát gondolom hát frissítőbb egy víz, mint egy alkoholtartalmú. Mert tehát az alkoholtól sokan nagyon elhatárolódnak, bár nem kellene. Tűnik az alkoholnak a 99% a gyógyszernek lett kitalálva. Tehát maga az alkohol része az egy gyógyító hatású dolog. Sőt, hogyha visszamegyünk egy kicsit az orvoslásba, akkor a gyógyszereknek a nagy részét azt úgy készítették, hogy a gyógynövényeket alkoholba áztatták, alkoholba nyomkodták, és abból készültek el azok a gyógyszerek, ami ma már nyilván nem így készült, de az alapja ez volt mindegyiknek.
megint tovább megyek. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, hogyha valakinek bármilyen érrendszeri betegsége van, persze ezt nem úgy kell kérdezni, hogy megiszik egy üveg vörösbort. Hát nem, mértékkel természetesen. Persze, hogyha egy pohár bort megiszik, akkor nem. Nyilván értágító hatása van. Aztán megint tovább megyek. Itt vannak a gyomorkeserük, jó. Na most a gyomorkeserüknek az a feladatuk, hogyha valakinek ilyen epe problémái vannak, vagy bármilyen olyan, hogy elcsaptam a gyomromat, meg, hogyha nem úgy, hogy puff, megiszok két decit, vagy hát egy fél üveggel. Persze, mindennek a mértékkel történő fogyasztás a lényege. Persze, egy két centi égert, egy két centi unikumot, hadd ne Underberget, hadd ne soroljam ezeket fel, nem ranka, stb. Minden országnak megvan a saját gyomorkeserűje, amit azért van. Vagy, hogyha étkezés után nem szereti valaki a keserű likőreket, mert lehet, hogy nem szereti, akkor megiszik egy pohárka, például az olaszoknál van, úgy hívják a limoncello. Ezek mind azért vannak, ezek nem magas alkoholtartalmúak, hanem alacsony, egy kicsikét megint, és akkor helyre jön az ember. De megint tovább megyek, hogy a borhoz meg az üdítőköz visszatérjek egy percre, Olaszországba, Franciaországba, a mediterrán országokba. Abszolút elfogadó dolog, hogy amikor leülnek ebédelni, akkor mindenkinek hozzák a karaf bort, vagy a tegnapról fél üveg bort, ami maradt. És persze, és egy pohárkával megisznek az ebédhez, ez egyáltalán nem nagy mond, sőt azt mondom, hogy még étvágyat is gerjeszt. Abszolút, így van. Persze. Tudnék, ez úgy van, így, ha már mondta ezt az étvágygerjesztést, ez úgy van, hogy vannak az aperitívek, amelyek a gyomrunkat fölkészítik az étkezésre, és vannak a digestívek, amelyek aztán lehúzzák ezeket a különböző problémákat, ami esetlegesen lehet. Tehát maga az alkohol kismértékben abszolút gyógyszer, és nyilvánvalóan kedély javító, de itt a kedély. Bocsánat, akkor igazából még térjünk egy picikét vissza a borra, mert hogy akkor nyáron ezért szokták hígítani szódával, hát hogy persze, ezért, meg, hogy hát, ne meg, üssön annyira, igen, és én úgy legyen. Csinálom például, hogy a sört is, meg a bort is, különös tekintettel a fehér bort. Mikor kijöntem a pohárba, én a poharat is leszoktam hűteni. Tudnék, van egy, ugye, egy szabály, hogy 10-néhány fokos szobahőmérsékleten a vörösborokat, a fehér, és megvan adva, hogy na most, hogyha van egy 800 fok meleg, mint ami ugye az elmúlt napokban is, ami volt, hát ha kér valaki, mert szereti a vörösbort, annak a poharát is egy kicsit le kell hűteni. Tehát egy kicsit jéggel körbejáratni, ha fehér bort, vagy fröccsöt kér, vagy egy rozé fröccsöt kér, nem, mert annak is le kell hűteni a poharát, mert ha nincs lehűtve, az élvezhetetlen. De ha le van hűtve, és akkor most mondom a másik részét, sokan úgy csinálják, hogy nem hűtik le a poharat, csak mondjuk a lehűtött bort belöntik a meleg pohárba. Ez az abszolút, és akkor most jön hozzá még egy nagy baj, hogy a szódát nem nincs lehűtve a szóda, vagy az ásvegy, a meleg szódát hozzáteszed, vége. Hát akkor ezért meg kell lehűteni. Csúlyan mondva, hogy meleg. Jaj, hát persze. Ezért kell lehűteni ezeket. A hideget. Sokan azt mondja, hogy jaj, nem kérek hideget, megfájdaló, hát nem lehet csinálni. Tehát egy jó italt mindenféleképpen hidegen kell inni, mert az úgy fog zomjat oltani. És itt nekem mondhatják azt, hogy kérem szépen az arabok, meg forró teát isznak. Hát így, én biztos, hogy nem fog, aki az szereti, az ő bajuk, igen. A 40 fokban jó forró teát, persze, aki így szereti, én meg esküszöm a jégre. Sokkal jobb, biztos vagyok benne. Hát köszönjük szépen. Hát én köszönöm. Már is okosabbak lettünk. Köszönjük szépen. További szép napot. Viszont kívánom.